kiválasztott nép, aki kb. 2000 évvel ezelőtt megtagadta Jahusát, majd meg is gyilkolta, ma is ugyanazt hirdeti, és Elohim elfordult a zsidóktól, üldöztetés és szétszóratás a világban a részük, de mindenek ellenére kiválasztott marad. Jézus második eljövetelekor kapnak még egy lehetőséget, de többet nem. Ideje lenne észhez térni, mert Jézus királyságában az út fogva, körömmel tagadóknak nem lesz hely. Mondom ezt mindenféle felekezeti hovatartozás nélkül hívő, keresztény vagyok, Jézus követője. Mint mindig, meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit az írás mond. Én nem nagyon akarom, mert nem is szoktam szerintem annyira belemenni ilyen filozófiai értekezésekbe. Én azt szeretem csak, ami le van írva, szerintem az a legnagyszerűbb, hogyha azt próbáljuk meg értelmezni, mert az jahu a szava az elejétől a végéig. Teljesen mindegy, hogy kit olvasunk, legyen az a teremtéstörténet, vagy a hukanon, a Chazonban, vagy a jelenések könyvében, ez mindvégig Ábja a szava. És ez egy csodálatos dolog, hogy ez nekünk megvan. Igazából nem tudom, hogy mi az, ami ebben mégis egyetértünk nagyjából, amit mond elfordult a zsidóktól üdöztetés és szétszóladás a világban a részük, de mindenek ellenére kiválasztott marad. Akkor felmerül a kérdés, hogy ez a kiválasztottság, ez miben nyilvánul meg? úgy értem, hogy ez szerintem ez egy nagy probléma a világgal ma, hogy a gondolkodásmódunk megváltozott. Ha jól gondolom, akkor ezt abstrakt gondolkodásnak hívják, amikor mi csak képesek vagyunk elméletben definiálni a szavakat, és azokat nem ültetjük át a gyakorlatba. Ez erre egy gyönyörű példa a szeretet. Az emberek állandóan arról beszélnek, hogy mindenkit szeretnek, ennek ellenére a világ az egyáltalán nem ezt tükrözi. Pedig a legtöbb ember azt mondaná, hogy ő szeret mindenkit, hogyha megkérdeznénk, én biztos vagyok benne. De ha azt mondja, hogy nem is mindenkit, de akit szeret, azzal sem úgy viselkedik, mint az, aki valójában szereti azt. A szeretetet nem lehet elválasztani cselekedetektől. És ez igaz arra is, hogy a kiválasztott nép maradt Izrael nem a zsidó nép, a zsidó az Jahuda törzs, ezt nagyon sokszor megbeszéltük, én sajnálom, hogy ezt mindig el kell, hogy mondjam, de a zsidó az egy téves kifejezés, lehet, hogy úgy használja a világ ma, de pont erről van szó most. A szavakat definiálnunk kell, és akkor úgy használjuk, amit jelent. Szóval, ha Izraelről beszélünk, ha kiválasztottak maradnak, ezt nem lehet úgy felfogni, hogy ez egy tiszteletbeli kiválasztás, ami semmiféle előnyel nem jár számukra. Akkor miért maradtak kiválasztottak? Ha viszont jár valamiféle előnyel, akkor nézzük meg, hogy mik azok az előnyök. Olyan nincs, hogy kiválasztott nép marad, de közben kiválasztott egy másik népet, ami a kereszténység, ami mindenféle szeretvetett népségből áll, akinek semmiféle rendszere nincs, hanem megy a saját feje után. Vagy kiválasztott maradt a nép, és megmaradtak azok, az előnyei, amik a kiválasztással járnak, vagy nem maradt kiválasztott, de a kettő együtt nem működhet. Ez a probléma ezzel a fajta gondolkodásmóddal, amit itt demonstrál ez a figura. Úgyhogy ezt akarom megmutatni, mi is az, amit erről az írások írnak. Azért, mert ez tökéletesen egyértelmű abból, hogy nem, nem csak, hogy Izrael megmaradt kiválasztott népnek, hanem megmaradtak ugyanazok, privilégiumai, ami ezzel jár, és én most nem az askenázik hazárokról beszélek, akik most Izrael területén laknak. Nekik semmi közük nincs Izraelhez, vagy, ha vagy Sémhez, vagy Ábrahámhoz, meg senkihez tulajdonképpen. Szóval el kell vonatkoztatni tőlünk, tőlük, bocsánat, és érteni azt, hogy a kiválasztott nép megmaradt, csak nem az az, aki most ott él. Azt mondja Saul, a rómaiakhoz írt levél 9. fejezetében, Igazságot szólok, másiákban nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot Ruach Hakodes áta. A lelkiismeret és Ruach egyetért ebben, amit mond, és ez az igazság, ez a lett vagy vagy ná, amit ő szól. El kell fogadnunk, tehát, hogy ez az igazság, és ez a Ruach egyetért, vagyis Abba Yahua, és egyetért, hogy nagy az én szomorúságom, szüntelen való az én szívemnek fájdalma, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, a másiáktól elszakaszván az én atyám fiaiért, akik rokonaim a test szerint, akik izraeliták, ak az övéké a fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás és Elohim tisztelet és az ígéretek, aki az atyák és akik közül való test szerint, ha másiák, aki mindeneknek felette örökké áldandó, Elohim, amén. Pont. Úgyhogy erre a kérdésre pontot is lehetne tenni, ami felmerült itt az előbb, hogy őket, meg, hogy ők tőlük elfordult, meg üldöztetést, a részük. Nem az, hogy kiválasztottak maradtak ezek az emberek, hanem megmaradt nekik mindenük, ami addig megvolt. Jahua nem tud elfordulni tőlük végleg, ugyanis megtette az ígéretet nem nekik, hanem az ő atyáiknak. Ábrahámnak, Hitszáknak és Jakobnak, de aki vette a fáradtságot és elolvasta a jubileumok vagy Hanok könyvét, én a könyvét, az tudja, hogy már Sémnek is megtette ezt az ígéretet. Úgyhogy nem tud elfordulni tőlük, ez csak egyszerűen így van. Az, amit olvashatunk itt, ebben a hozzászólásban, ez a filozófia és a teológia tipikus esete. Az írások nem értenek ezzel egyet, és ezt láthattuk az előbb. Illetve hát, megmutatom, még most is láthatjuk. Saul ezzel nem ért egyet. Az, aki állítólag a kereszténységnek az alapítója. hogy a, a test szerinti rokon, rokonai é, akik izraelitáj, ez ugye Izrael, vagy izraelitész, Izrael leszármazottja, az ővéké a fiúság, ez ö, örökbefogadás. Fiótészia. szia. Őket örökbefogadta, magukhoz vette. Azt mondta, hogy ők az első szület. És a dicsőséghez. kabód, vagy doxa, dicsőség, hírnév, tekintély, tisztesség, gazdagság. A szövetségek. Dietéké. Szövetségek. Több szövetségek. Meg a törvényadás. Nomotvészia. Elohimi törvényadás. Törvényhozás. A nomoz tora a törvény kifejezésbe. És Elohimi tisztelet. Latreia szolgál, mint liturgia, Elohim tisztelete vagy szolgálata. Őket ezért választotta ki, ez megmaradt nekik? Itt nincs szó szellemi Izraelről, itt azt mondja, hogy test szerint, ez szarksz, szarksz, vagy szarkos, test, hústest, az emberi test. És az ő végé az ígéretek? Ez ígéret, parancs, bejelentés vagy hirdetés? Olyannyira, hogy köztük való a test szerint, ha másják, és tudjuk, hogy hamásiák, jahúd a másják, a húda törzsébe való. Sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, de ez nem igaz, ami le van írva. Nézzük még néhány példát, hagyd mutassak erre. Itt egyébként Saúl folyamatosan ezt az egészet nyilvánvalóvá teszi a tízes fejezetben, ahol szintén azt mondja, hogy atyámfiai szívem szerint kívánom a könyögöm, és el üdvösségét. Ez a téria, ami a szódzó megmenekül kifejezésből származik. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Elohim iránt való buzgóság van bennük, de nem a megismerés szerint. Azt mondja, hogy elvetette-e Elohim az ő népét. Távol legyen, mert én is izraelita vagyok Ábrahám magvából Benjamin nemzetségéből. Nem vetette el Elohim az ő népét, melyet eleve ismer. Eleve tudta, hogy ez lesz. Nem tudjátok-e, mit mond az írás Eli Jáhúról? Ugye ezután elmondja, hogy a 7000 embert meghagyott magának. Tehát nem mindenki hagyta el Jahuát. Körösleges arról beszélni, hogy, elfordult a zsidóktól, amikor itt írja le a saját szájával, hogy nem, hogy nem fordult el, hanem nem is a nép maga nem fordult el tőle, hiszen hagyott 7000 embert. Mit mond neki elohim felelet? Meghagyta magam a 7000 embert, akik nem hajtottak térdet állnak. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Tessék! Ugye ez egyszerűen csak nem igaz, ami ide le van írva. Tevetogló Erdenet mert az írások nem támasztják ezt alá. De még egy dolgot, csak hogy biztos legyen, hogy ez nem így van, hogyha elvetette a népét, és most már ezt a szeretvedett népet, amit kereszténységnek hívunk, választotta, hogy rajtuk keresztül elhozza az igazságot, akkor miért nincs erre egyetlen példa sem sehol, hogy ő magát, vagy a szavát, vagy az igazságát, vagy az ígéreteit kijelenti bárki másnak, mint Izraelnek? Hazon jelenések könyve első fejezetben is láthatjuk, hogy továbbra is Izraellel kommunikál csak. Jehusa Hamásiák kijelentése, ez Apokalipszis, ugye innen a név maga jelenések könyve, Apokalipszis azt jelenti, hogy kijelentés, melyet adott neki Elohim. Elohim átadta Jehusa Hamásiáknak, ő pedig elküldvén az ő angyala vagy malákja által, tehát Elohim, Jehusa Hamásiák, a malák, megjelenti az ő szolgájának Jehukanannak, aki egy izraelita. Elohim, Jehusa Hamásia, a Malach és Jehukana. Nem a keresztények, meg a bogányok, meg a népek, ugyanaz a hierarchia megmaradt, mindvégig az írások során tapasztalható, úgyhogy tehát nem változott meg ez a rendszer. Nem vetette el, nem fordult el tőlük, persze megharagudott rájuk, megbüntette őket, nyilván. Ez nem azt jelenti, hogy hogy egy új szövetséget köt egy másik néppel. Nem tud új szövetséget kötni. Mindenkinek vissza kellene emlékeznie arra, beleértve őt is, ezt a figurát, hogy Jahua ígéreteket tett Ábrahámnak, Icáknak és Jáhóbnak. Megígérte Ábrahámnak, hogy benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei, amennyiben te jársz előttem, és cselekszed azt, ami nekem kedves, és utána tudjuk, hogy Ábrahám Elohim barátja volt, a barátja volt, szóval azt csinálta. De hát ezt olvashatjuk számos helyen erről ír a teremtés történet, vagy beresít több ponton, hogy Ábrahám megtartotta a megtartandókat, és a torát, amit neki adott, jahua. Ha ez így van, az az ígéret nem vonatkozott, nem volt, abban az ígéretben nem volt kitétel arra vonatkozóan, hogy mit fognak csinálni majd az ő gyerekei. Azt mondja, hogy megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mindezeket a földeket, és megálltatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, ez az ígéret ilyet száknak, mivel hogy hallgatta Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és az én torámat, ugye ez a szó törvény, ez itt tora. Ez volt az ígéret, mivel ők megtartották Jahúának oda kell, hogy adja ennek a népnek azt a földet meg kell sokasítani őket, bennük kell, hogy megáldasson a világ, mert megígérte az ő atyáiknak mindenféle kitétel nélkül arra nézvést, hogy ők betartják-e a torát, vagy nem, még nem is volt tora, szóval nem is lehetett benne a feltételbe. Így Jahua nem tud mást csinálni, mint rávenni ezeket az embereket, hogy úgy éljenek, hogy alkalmasak legyenek arra, hogy ezt a földet örököljék. Úgyhogy mindenki, aki azt mondja, hogy elvetette a népét, a sajnos nem érti, hogy hogyan működik egyik szövetség, másik szövetség, meg a harmadik szövetség. Abiahua nem tudja visszavonni az ő szavát, mivel ígéretet tett, igazából mi se kellene, hogy visszavonjuk a szavunkat, de mi emberek vagyunk, ő azonban nem az, ahogyan azt írja a Midbar 23.19. Ezért ő kénytelen valahogy kiszedni ezekből az emberekből és az egész világból, hogy kövessék az ő szavát. Ez az, amiről beszél Saul de hogy csak mennyire nem úgy van, ahogy eh, hogy elvetette ezt a népet, vagy hogy, hogy megmaradtak ők ilyen jelképes kiválasztottaknak, arra van példa természetesen már a feltámadás után is, ez a postolok első fejezet azokban a napokban felkelvénk Hefa, vagy Péter a tanítványok között monda, ott pedig volt, mint egy 120 főnyi sokaság. Atyám fiai férfiak szükség volt betelni annak az írásnak, melyet Megjövendőt a Tawit szája által Jahuda felől kivezetőjükről azoknak, akik megfogták el húsát. Mert ezek szerint itt volt 120 főnyi sokaság. Tudjuk, hogy Kefa egy uh, volt, vagy úgymond zsidó, de mindenképpen izraelita, ugyanúgy, ahogy Saó. Úgy, hogy lehetne akkor azt mondani, hogy már őket, őtőlük elfordult, mikor sehol nem indokolja ezt az úgynevezett új szövetség mindenhol, az izraelitákkal tárgya. Folyamatosan végig mindenhol. Nincsen egyetlen példa arra, hogy pogány emberekkel beszélni. Még mikor Cornélius az eljutatja az üzenetét, akkor is felhasznál egy izraelitát. Hát akkor, akkor, hogy mondhatjuk azt, hogy megmaradt a kiválasztás, de elfordult tőlük, mikor egyetlen példa nincs arra, hogy ő nem izraelitával tárgyal. Persze ez nem igaz, de, de a jellemző módja Jahua, és az ember közötti kommunikációnak az az, Izraelen keresztül jutatja el a szavát. Bálámmal kommunikált, Bálám nem volt izraelita. nézzük tovább. A cselekedett egy második fejezet arról beszél, hogy lakoznak vala Salaimban, jahudim vagy zsidók, Elohim félő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Ezek izraeliták. Akkor hogy mondhatjuk azt, hogy elfordult tőlük, mikor itt is arról van szó, mikor Ruach Hakodes kitöltetik, hogy laktak Izraelben ezek judájos izraeliták, akik úgy test szerinti születésű izraeliták. Másik szó, amikor a vallásról van szó, Saul használja azt a kifejezést, mikor arról beszél, hogy buzgó volt, hogy az ő atyáinak a, a hagyományait kövesse, az ott, amikor arról beszél, az a szó, judaizó, ami azt jelenti, hogy a judais, judaizmusnak a követője, mint vallás követője, de ez itt arra utal, hogy ezek az emberek izraeliták a test szerint. Még azt hiszem, hogy a 14-es versben azt mondja, hogy Favi Péter azonban előáll a 11-el felemelé szavát, és ezt mondja, judaios vagy jehudim, zsidó, izraelita férfiak, és mindenki, akik lakosztok Jerusalemben, legyen ez nektek tudtokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédemet. Még itt is erről van szó. Azt mondja Joel, hogy az utolsó napokban ezt mondja hogy a kitöltök az én lelkemből minden teste, és profétálnak a ti fiaitok, lányaitok, és a ti látásokat látnak, a vének álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló lányaimra is kitöltök azokban a napokban a ruhákból és profétának mindenkire. Nem azt mondja, hogy új népet keres, hanem azt mondja, hogy mindenkire ebbe bele beletartozik Izrael is. Sőt, azt mondja, hogy és még a szolgákra is, ami utal a pogányokra, ha valaki úgy szeretné értelmezni. De én ezzel ezt le is zártam, és úgy gondolom, hogy ez ezzel le van rendezve, hogy még megvan ez a nép, és ez, ezzel csak nem lehet mit kezdeni, ezzel a tényjel. Úgyhogy remélem, hogy ez kielégítő válasz erre nézve. Ez nem változott, nem is fog megváltozni. Jahua nem tud megváltozni. Az a helyzet, hogy ő nem, nem hozzá van az, a saját szavához, Bizonyos mértékben kötve. Megvannak a korlátai, az pedig az, hogy amit kimondott, azt teljesítenie kell. Úgyhogy, ha megígérte Ábrahámnak, egy száknak és Jakobnak, amit megígért, nem tudja megváltoztatni. Úgyhogy nem fog tudni egy új népet kiválasztani, egy új szövetséget kötni, meg ilyen dolgokat. Meg tudja újítani a régi szövetséget más feltételekkel, persze, de nem tud ugye azt mondani, hogy jaj, oké, én elvetem ezt a népet, mert ez nem csinálta azt. És akkor a végén Ábrahám ott fog állni, és azt mondja, hogy hol van az, amikor azt mondtad, hogy ezt a földet neki nekiadod az én magomnak. Hogyha csinálom, amit, amit, amit mondtál, hogy csinál. Én csináltam, mi az, hogy ők nem laknak hol? Ilyet ő nem csinál. Az ember persze csinál, de, de hol nem tud. Következő, azt mondja, hogy ez, hogy, hogy második elévetel, akkor kapnak egy lehetőséget, de többet nem, ez, ez teológia, ez kereszténység. Ilyenről szó sincs, ez nincs leírva sehol, úgyhogy nem tudom, hogy ez honnan jött. A másik, amiről azon, hogy hívő keresztény vagyok, Jézus követő, aki Jézus követi, az úgy él, ahogy Jahusa élt. Aki Jézus, bocsánat, aki Jézus követi, az úgy él, ahogy Jézus élt. Jézus úgy él, ahogy a világ él most. Jézus eljött, eltörölt a törvényeket, ő Isten, ő a saját apja, és ő bármit megtehet, ugyanúgy, ahogy a követői ezért él úgy a világ, ahogy él. Ezért viselkednek úgy a keresztények, ahogy viselkednek. Nyugodtan lehet valaki hívő keresztény, és Jézus követője annak ez az eredménye, amit látunk a világban. A megváltó, akit elküldött ábjahuah, a Huáma a felkent, aki azért jött, hogy megmutassa a visszavezető utat Ábja Huához, a, a másiák, annak nem volt köze ahhoz a fajta élethez, amit ma a kereszténység hirdet. És én nem azért mondom, hogy én jobb vagyok, én csak azt mondom, ami egy egyszerű tény. Ha valaki követi, jahuzsák mássághoz, a felkentet, akiről a szó, a berékhárdasá, a megújult szövetség, azt az embert, ha valaki követi, akkor nem juthat arra a következtetésre, hogy ő bármit ehet. Akkor nem juthat arra a következtetésre, hogy rá nem vonatkozik a sabát, vagy bármelyik is a torájából. Ez a karakter, ő volt maga a szó. Hogyan változtathatta volna meg azt, mikor az ő volt maga? Ez egy abszurd gondolatmenet, hogy eljön a szó, és bizonyos részeket kitöröl saját magából, hogy aztán él egyfajta módon, de az őt követők egy másfajta módon élnek, és azt mondják, hogy őt követik úgy, hogy azt is mondják, hogy úgy élnek, ahogy őért, miközben egyértelműen nem úgy élnek. Sajnos ilyen a világ manapság. De én ezt a kérdést és ezt a hozzászólást ezzel le is zártam, úgyhogy haladjunk szépen tovább.